Felkészült a térre a Szerencsiváros Gazdanon Profit Kft. A cég mind szakembereit, mind pedig a gépeit felkészítette a közelgő zord időjárásra. A Kft. 24 órás ügyeletet tart, a havazástól számítva pedig perceken belül munkába állhatnak a munkagépek. Az új New Holland traktor is készen áll élete első bevetésére a város gazdatelep helyén. A cégnél már mind az 5 munkagépet felkészítették, elvégezték a szükséges karbantartásokat, a gépek pedig már csak a riasztásra várnak. A só és homokkészleteket is feltöltötték. A nagyforgalmú utakat a 3 nagy traktor tisztítja majd, míg a járdák és kerékpárutak takarítása a 2 kisebb gép feladata lesz. Ütemterv szerint vonulnak ki a gépek, ez azt jelenti, hogy 24 órás ügyeletet tartunk. Az értesítésre gyakorlatilag az éjjeli őr, aki 24 órában a telephelyen van, a hóesés megkezdésekor berendeli a gépkezelőket. A gépkezelők gyakorlatilag perceken belül vonulni tudnak, a szóróanyag a telephelyen rendelkezésre áll, gyakorlatilag ők itt pakolnak, és a hóesés megkezdésekor perceken belül kint vannak. Havazáskor először a forgalmas főutakat tisztítják meg, és csak ezután következnek a kisebb kertvárosi utcák. A városgazda munkagépei folyamatosan haladnak majd a külső utcák felé. Tóth István igazgató a lakosság türelmét kéri, ugyanis a kevésbé forgalmas utakra csak később tudnak kivonulni. Gyakorlatilag a lakosok azt várják el, hogy a hóesés megkezdésekor egyazon helyen a gépekkel gyakorlatilag perceken belül föl tudjunk vonulni. Ezt most sem fogjuk megtenni, hiába van 5 gépünk. Gyakorlatilag egy 2-3 óra kell ahhoz, hogy a teljes belterületi utakon végigérjünk. És ez egy nyomsáv letakarítását jelenti. Természetesen a főutcákon még egy kicsit nehezíti a helyzetet az, hogy beugró parkolók vannak ott. Ahhoz, hogy meg is tudjunk állni a főútvonalon, ahhoz még szélesebbre kell letakarítani az utat. Nagyobb hónál onnan még ki is kell szállítani a havat. Tehát nem tudunk egyszerre a legkisebb forgalmú útnál is ugyanúgy ott lenni, mint ahogy kint vagyunk a Rákóczi úton, kint vagyunk a 35-es főközlekedési úton. Szerencs jelenleg 4 nagy területre van felosztva. A hóeltakarítási munkát tovább nehezíti, hogy a főutak tisztán tartása az állami közútkezelő feladata lenne, de mire ők kiérnének Szerencsre, addigra a városkezelő már mindent letakarított. Nagyon sok helyen a közútkezelő helyett is dolgozunk, ugyanis azt is sokan nem tudják, hogy gyakorlatilag a városunkban 4 állami közút van, amit az állami közútkezelőnek kellene természetesen síktalanítani, de mindegyik üzemi igazgatóságnak szerencse végén van. A Miskolci üzemigazgatósághoz tartozik a 37-es átkelési szakasz, a Szikszói üzemigazgatósághoz tartozik a Rákóczi út és a Prügyi út, az Újhelyiekhez viszont tartozik a Tobókatica út. Tehát mire Újhelyből, Szikszóról, Miskolcról ide hóeke ér, addigra mi már bőven kint vagyunk, és megcsináljuk helyettük ezt a munkát. Az idei januárban leesett hatalmas mennyiségű hó nagyon megkeserítette a városlakók életét. Az összefogás akkor példaértékű volt, sok helyi vállalat adta kölcsön a munkagépeit. Ehhez hasonló havazás az idén is előfordulhat, ezért a cég számít a segítségükre.